A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a köztér rendkívüli ülés tartott Székesfehérvár képviselő testülete a mai nap folyamán. Döntöttek a városatyák a válsághelyzet kezeléséről. Stúdiónk vendége Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget a beszélgetésre, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. Polgármester úr, ugye az elmúlt napokban már a közösségi oldalán, de akár itt a médiacentrum felületein is olvashattunk arról az intézkedési javaslatcsomagról, amivel a háború okozta infláció, pénzügyi, gazdasági, illetve energiaválságot igyekeznek kezelni. Ez ugye egy több hónapos folyamat volt, már egy felkészülési folyamat a hivatal szakemberével, az intézményekkel együttműködve. Miért volt szükség a rendkívüli közgyűlésre? Meg kellett hoznunk azokat a nem könnyű, de szükséges döntéseket, amik a város működő képességét és alapvető szolgáltatásainak a stabilitását szolgálják. Ez a munka nem most kezdődött, és nem is ma fejeződött be, de egy fontos állomás volt a közgyűlés. Talán még emlékeznek a kedves nézők, hallgatók arra, hogy még a nyár folyamán, amikor már éreztük, hogy bizony az energiahelyzet az egyre komolyabb lesz, és egyre jelentősebb az áremelkedés, amit el kell szenvednünk, erről tájékoztattuk a fehérváriakat. Amikor már voltak adatok, számok, akkor azt is megtettük, sőt az augusztus 20-ai ünnepi beszédben is szóltam arról, hogy bizony ez egy nagyon nehéz néhány hónap, és nagyon nehéz téli időszak lesz a város életében. Ez azt is jelenti, hogy nem csak beszéltünk erről a kérdésről, hanem az elmúlt hónapokban nagyon sok előkészítő munkát végeztek el a szakember kollégák, ez igaz a hivatal munkatársaira, az önkormányzati intézmények munkatársaira és az önkormányzati vállalatok ezzel foglalkozó munkatársaira egyaránt. Így készült el az intézkedési tervnek egy olyan része, amit már az előző hónapokban eldöntöttünk, bevezettük és alkalmazzuk, és ennek egy következő lépcsőfoka volt ez a mostani. A mostani az nem másra, mint az intézményi rendszerünkre, és néhány ehhez kapcsolódó önkormányzati szolgáltatásra kiterjedő döntést hoztuk meg. Ami itt is kiemelkedően fontos volt, amit hangsúlyoztunk többször is, hogy azoknak az alapvető szolgáltatásokat, mint bölcsőde, óvoda, bentlakásos szociális intézmények, vagy éppen a háziorvosi rendelők, azokat mindenképpen szeretnék működtetni, ezt garantáltnak is látjuk. És minden egyéb kérdésben nincs tabu, hanem tegyünk mindent az asztalra, nézzük meg, hogy mit, hogyan tudunk télen működtetni, mi mennyibe kerül, melyik épület milyen fűtéssel ellátott, hol van már energiahatékonyságot szolgáló rendszer, és amikor ezt az elemzést elvégeztük, akkor ennek megfelelően a téli időszakról hozzunk döntéseket. Szerintem említsük meg, hogy intézményt nem zártunk be, hanem intézményhez tartozó épületről hoztunk ilyen döntést, tehát ahogy lehet, ezek újra fognak nyitni. Kettő, a munkahelyek stabilitását és megőrzését is szolgálja ez az intézkedés, hiszen azt jelenti, hogy nem a drasztikusan megemelkedett mondjuk gáz, vagy távfő, vagy áramdíjakra próbáljuk valahogy összekalapozni a pénzt, hanem a munkahelyek megőrzésére és a bérek stabil kifizetésére. Szerintem ma is e tekintetben nagyot léptünk előre, és ha lehet pár számot mondani. Igen, ez lett volna ez a 62 milliárd, amit én így láttam. Igen. Bocsánat, hogy rögtön ebbe bele is vágok, de ez egy nagyon brutális szám. Hát nagyon brutális szám, hogyha valaki hozzávesz egy másik számot, miszerint Fehérvár saját bevétele alig haladja meg a 25 milliárd forintot, akkor lehet érzékelni, hogy mit is jelent 62 milliárd forint a város életébe. A 62 milliárd forint arról szól, hogyha az összes önkormányzati hivatali rendszert, az összes intézményt, az összes önkormányzati vállalatot és közszolgáltatást egybe vesszük, akkor ennyivel nő meg a rezsi kiadása a mai árakon számolva ennek az intézmény és vállalati és szolgáltatási struktúrának. Ez óriási pénz. Ennek a két nagy elemét, az egyiket a távfő, a másikat pedig a víziközmű adja ki. A távfőnél a gáz, a víziközműnél, magyarul a fehérvíznél pedig a villamosenergia. Ugye a távfőt ezen belül nagyon nagy arányban támogatásból az állam megoldja.
megoldja teljes egészében a lakossági távhődíjnál a rezsicsökkentett árat, hiszen a lakossági távhődíjak nem emelkednek, Székesfehérváron sem. Az emögötti gázbeszerzést, azt mi szerezzük be a széphőn keresztül az energiahivatal által megállapított feltételekkel, viszont az állam támogatásból ezt finanszírozza. A víziküzműnél folynak ugye az egyeztetések, tárgyalások a veszteségfinanszírozásról, ott is olyan nagyságrend az idei és a jövő évi probléma is, hogy ez csak állami segítséggel lesz megoldható. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert ma is elhangzott, hogy az állam nem ad segítséget, dehogy nem, több 10 milliárd forintot vállal át ebből a 62 milliárd forintos többletkiadásból is. A városra körülbelül 1,6 milliárd forint idén, és kb. 7 milliárd forint jövőre az az összeg, amit nekünk kell tudnunk megoldani. A mai intézkedésekkel kb. 1 milliárd forintot tudtunk megspórolni, tehát ezért mondtam azt, hogy mindig a videóban is ez hangzott el a beszédben, hogy egy 6 milliárd forintos összeg az, amit még mindig meg kell tudnunk oldani 2023 tekintetében. 22 stabilitását nem veszélyezteti, semmi tartalékokból, átcsoportosítással, korábbi intézkedésekkel, takarékossággal ezt meg tudtuk oldani, a 23, és szerintem sajnos a 24 is az még jelentős kihívásokat tartogat előttünk. Hát akkor ezt a 6 milliárdot, hogy összehozzák, azért kell majd számolgatni, gondolom. Kell számolni, és további intézkedésekre is biztos, hogy szükség lesz, bízom benne, hogy nem ebben a intézmény körben már. Biztos, hogy a további fontos elem lehet a tartalék, még mindig meglévő tartalékainknak a felhasználása, azon túl biztos, hogy kell bevételt növelnünk, ez ugye a helyi adó tartozik bele, itt is kimondtam a közgyűlés, már az a 17 képviselő, aki megszavazta ezt a előterjesztést, hogy a magánszemélyeknek nem vezetünk be új adót, és nem is emelünk semmilyen adómértéket. A vállalkozásoknál valószínűleg viszont sajnos az építményadóhoz hozzá kell nyúlnunk. Ugye így is a hosszú-hosszú éveken keresztül az országban ez egyik legalacsonyabb volt. Most is azt szeretnénk, hogy versenyelőny legyen, tehát ne érjük el a nagyvárosi átlagot, de valószínűleg emelnünk kell. De további takarékossági intézkedésekre az önkormányzatnak is gondolnia kell, és ebben majd át kell gondolni olyan nagy szolgáltatásokat is, mint a közösségi közlekedés. Utóbbival kapcsolatban azt a döntést meghoztuk, hogy a téli szünet idején iskolai menetrend helyett egy téli szünetre vonatkozó menetrendet léptetünk életbe. Ez a munkaerő tekintetében a munkahelyre való eljutást, hazajutást azt nem fogja befolyásolni, de a napközbeni iskolás járatok tekintve, hogy nem lesz iskola, nem fognak járni. Ez például 3 hét alatt mindegy 30 millió forintos megtakarítás jelent. És ez máshogy nem fog menni, mint hogy ilyen tételekből fogjuk ezt összerakni. Ugye elhangzott az, hogy stabilitás és a működőképesség fenntartása miatt is szükség volt ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, illetve azért, hogy az önkormányzati cégeknél, vállalatoknál dolgozó embereknek a munkahelye biztonságban legyen, és a bérük is. Elhangzott az is, hogy vannak kötelező szolgáltatások, és ugye beszéltünk már érintőlegesen, hogy lesznek olyan intézmények, ahol az épületet bezárják, de szolgáltatások elérhetőek lesznek. És itt mindig egy ilyen kényes kérdés a sport vonatkozásában, a stadion kérdése. Ez ma is felmerült, volt egy javaslat, Márton Roland foglalta aztán össze a módosító javaslatukat, hogy 10-szeresére emeljék meg a bérleti díját a sportcsarnoknak, a foci csarnok bérletére. Ugye ez egy nagyon komplikált kérdés, hiszen van egy élő szerződés Székesfehérvár önkormányzatának a Fehérvár FC Kft-vel, mint bérlővel. Egyébként ez az korábbi költségek több mint 2/3-át finanszírozta. Másodszorban van egy stadion névadó szerződés is, az pedig ugye egy olyan társasággal, aki ezért fizet, és szintén szerződés szerint szolgáltatásokat kell neki biztosítani. Ezért mi elkezdtük ezt a munkát, de ezt nem lehet megoldani, ahogy képviselő úr felvetette, már csak azért sem, mert ezek a szerződések, ezek a vagyontörvény alapján, pályáztatás útján létrejött szerződések, amit nyilván a két fél egyező akarattal tud módosítani, vagy mi erre a Viszmajor helyzetre vonatkoztatva teljesen el tudunk állni, mondván, hogy ellehetetlenült ez a szerződés magától ettől a együttműködéstől. Nem zárom ki sajnos azt sem, hogy idáig eljutunk. De én azért szeretek a partnerekkel partneri módon bánni,
és együttműködésben megkeresni, hogy hát ha találunk megoldást. Amit ma kimondott a közgyűlés, hogy november közepe és január között zárva lesz a stadion. Ugye erre jött az az érv, hogy nincs is mérkőzés. Lehet, hogy mérkőzés nincs, de a klub, mint irodákat használó közösség, mind aki sok tucat embernek ad munkahelyet, de egyébként az bent működik a stadionban. Ők ki fognak költözni a stadionból, ezt vállalták. Egyértelművé tették, hogy nem csak ebben az időszakban, azt követően is a város nem tud részt venni a centerpályának a fűtésében és világításában. Tehát ennek a költségét biztos, hogy nem tudja és nem is akarja az önkormányzat vállalni. Hogy a tavasz folyamán, vagy a tavaszig vezető mondjuk fűtési szezon néhány hónapjában hogyan lehet majd is kinek használni a stadiont, hogy a mérkőzés napokon kinyitjuk, vagy nem nyitjuk ki, hanem egészen mondjuk április közepéig zárva tart a stadion, arról a következő hetekben fogunk tudni dönteni. De hogy milyen komplex kérdés, és hogy nem lehet szerintem ezt ilyen politikai pamfletként kezelni, azt jól mutatja, hogy hetekkel ezelőtt én magam más sportági szakszövetségekkel együtt az MLS elnökét is megkerestem azzal, hogy kérem, hogy a bajnokság lebonyolítási rendszerén változtasson. Ebben a mostani helyzetben szerintem sem morálisan, sem pénzügyileg nem vállalható az, hogy mondjuk villanyfényes bajnoki mérkőzéseket tartsanak fűtött stadionokban mondjuk január végén. Szerintem erre semmi szükség nincsen. Ebben a mostani szituációban rengeteg társadalmi csoportot, közösséget, kultúrát, sportot kérünk arra, hogy segítsenek nekünk ezt a szituációt kezelni, segítsenek a városokat működőképes állapotban tartani, a munkahelyeket stabilizálni, a bölcsit, ovit nyitva tartani, a béreket kifizetni. Ebből egyetlen egy terület, így az élsport sem vonhatja ki maga át, és a foci sem kivétel. Sajnos eddig nemleges választ kaptunk, nem csak mi, hanem a klubok is az MLS-től. Szerintem ez egy olyan álláspont, amin az MLS-nek változtatnia kell. Ha valaki meghallgatta azt a beszédet, amit közzétettünk, abban a beszédben is beszélek erről, szóltam erről, és itt egyúttal ezen a nyilvánosságot is kihasználva fórumon is szeretném megerősíteni, hogy január végén az én értelmezésem szerint nem szabadna bajnoki mérkőzéseket tartani, vagy ha igen, akkor azt tartsák meg kora délután, és nem kell hozzá villanyvilágítás, nem kell hozzá a pályát fűteni. Még ekkor se biztos, hogy maga például a Fejvár önkormányzata, vagy éppen Debrecen, hiszen ott hasonló döntéseket jelentettek be néhány órával ezelőtt, ezt finanszírozni tudja, pláne akarja. Ez morálisan egyszerűen nem felvállalható. Mindenki tudja rólam, hogy szerettem a sportot, nem feltétlenül nagy boldogság volt, de kim voltam a Zete meg az Újpest elleni mérkőzésen, itt beszélgettem az emberekkel, tehát nem ez a kérdés ma, ahogy fogalmaztam is, részben lét a tét, és ebben nem a labdarúgás és nem a stadion áll az élen, hanem egy bölcsöde, egy óvoda, a rendelők, és sorolhatnánk. Arra is figyeltek, hogy a kulturális intézmények tagintézményi szinten azért tudjanak alapvető szolgáltatásokat is nyújtani, hiszen azért a lélek táplálékára talán ebben az időszakban is szükség van. Igen, és nagyon szép és jó is így a megközelítés, mert ezért egyszerűbb lett volna azt kimondani, hogy mindent bezárunk. De nem ez volt a cél. Az volt a cél, hogy próbáljunk jelentős megtakarítást elérni úgy, hogy közben minden típusú szolgáltatásból valami igénybe vehető legyen, és elérhető legyen a fehérváriaknak a városban. És valóban így van, könyvtári szolgáltatás is marad, több tagkönyvtár tekintetében nyitva, marad nyitva a művelődési ház, marad nyitva múzeumi épület is, és ahogy előbb elmondtam, a bölcsői óvodák, szociális bentlakásos intézmények, rendelők pedig teljes egészében nyitva fognak maradni. Talán említsük meg még néhány intézményt. Egyet, amit nem említek soha, az az iskola. Sokan szokták megkérdezni, de mi van az iskolákkal? Ugye az iskolákról én azért nem beszélek ebben a vonatkozásban, mert nem a önkormányzatok a fenntartói. Tehát ott nem mi vagyunk jogosultak döntést hozni. Azt látom azonban, hogy mindenki, mind az állam, mind az igazgatók, mind a tanárok, tankerület, szakképzési centrum, és mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy jelenléti oktatás lehessen, és a meghosszabbított téli szünet kivételével ne kell leállítani a jelenléti oktatást. Szerintem ez egy jó hír nagyon-nagyon sok család életében. Az uszoda és a színház szerintem még érdekes, az uszoda vonatkozásában, aminek a többletköltsége, ha távhőt és a villamos áramot is egybe számítjuk, akkor 1 milliárd forint önmagában. Ezt talán könnyű belátni, hogy egyszerűen az önkormányzat nem tudja kigazdálkodni. Viszont nagyon sok megkeresést kaptunk,
hogy mi lenne, ha legalább a sátras medencét azt nyitva tartanánk a téli időszakra, úgyhogy a döntés az erre irányul, tehát a nagy épületet bezárjuk, viszont a sátor nyitva lesz, a strand irányából biztosítani fogjuk az öltözőket és minden olyan dolgot, ami egy uszodához szükséges. Ez is egyébként egy 100 millió forintot majdnem elérő többlet kiadást jelent az önkormányzatnak, de így marad úgymond nyitott uszoda a városban, ami szerintem nagyon-nagyon sok számára egy jó hír. Itt azt kérem, hogy a sportklubok, a mindenfajta oktatók, úszásoktatást végzők és a szabadidős sportolók között alakuljon ki egy kompromisszum, hogy mikor, hogyan, ki fogja tudni használni. Oda kell egymásra figyelnünk, de oda tudunk figyelni, akkor ez nyitva tud maradni, és szerintem sokak számára ez egy fontos lépés és döntés volt. A színház vonatkozásában pedig el kell mondanunk, hogy az egyik legnagyobb épülete az önkormányzatnak, a rezsi tekintetében az egyik legnagyobb kiadást jelentő épület, viszont a kulturális életünknek mégiscsak az egyik legfontosabb központja. A lehető legszükségesebb időtartamra szeretnénk csak bezárni. Most azt a döntést hoztuk, hogy idén nyitva lesz, és az adventben végig lesznek előadások, sőt meg fogjuk tartani a január 1-i zenekar által mindig csodálatosan prezentált újévi koncertet is. Tehát január 2-án fogjuk a színház épületét bezárni. Utána reményeim szerint egyébként neki tudunk állni egy energiakorszerűsítésének az épületnek az égők tekintetében, és ugyan a döntés március 15-éről szól, de hát ha nem kell addig várni. Ugyanis, hogyha február végéig tudnánk egy döntést hozni a színház kinyitásáról, akkor az az évadot nem veszélyeztetné, hanem az évadot rendes bérletezéssel végig tudnánk játszani, és végig tudnánk vinni. Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Én azt kértem egyébként a színház látogatóktól az első bemutató estéjén is, hogy két megérdemelt kitüntetést díjat adtunk át két kiváló színházhoz kapcsolódó szakembernek, és mellette volt lehetőségem a közönségtől kérni. Én azt kértem, hogy minél többen vegyenek bérletet, vegyenek az előadásokra jegyet, mert ezzel nagyon-nagyon nagyot segítenek a színház mindennapjainak. Az, hogy a színház esetében mondjuk esetleg tudnak újra gondolni a számok függvényében, ez azt is jelenti, hogy mondjuk a jövő évben, hogyha már látják a konkrét számokat, akkor mondjuk a többi önkormányzati intézmény esetében is lehet, hogy lehet egy enyhébb döntést hozni? Igen, fontos az alapot tisztázni. Mi azokból az áram és gáz és távfő árakból tudtunk kiindulni, ami ezekben a hetekben kialakult. Nem tudja ma szerintem senki megmondani, hogy ez hogy fog alakulni 3-4-5 hónap múlva. Mind ahogy azt sem tudjuk, hogy az erre a negyedévre megállapított távfődíj, az hogyan fog esetleg változni, remélem, hogy csökkenő irányba, január 1 és április 15-e közötti fűtési időszakra. Ezt majd az év második felében, inkább azt mondom, az év vége felé fogjuk látni, utána tudunk újra számolni, és esetlegesen újabb és újabb döntéseket hozni. Én reménykedek valahol abban, hogy ezek esetleg már pozitív előjelű döntések lesznek majd a város életében. Döntésekről és fontos kérdésekről még szót ejtünk, de azt hiszem, hogy nagyon fontos szereplői ennek a műsornak a fehérváriak, úgyhogy most következzen az ő kérdés-vélemény blokkjuk. Én szeretem Székesfehérvárt, én nagyon régóta itt szerettem volna élni, de csak pár éve élek itt, de viszont én nem tudom, én elégedett vagyok a Székesfehérvárra, mert tényleg gyönyörű, azt lehet mondani. Hát vannak hiányosságai, például a buszmegállók vagy a buszok azok lehetnének többek, tehát a közlekedés szempontjából egy kicsit gázos szerintem, de amúgy szerintem nagyon szép Székesfehérvár, tehát ez az egy probléma szerintem, és szerintem nekem, nem csak nekem, a véleményem ez, hogy a közlekedésen lehetne javítani egy kicsit. Tegnap hallottam a energiatakarékossági elképzelésekből. Sajnos a kialakult helyzetben ez jogos kérés a lakosság felé. Úgyhogy evel egyet. És én csak gratulálni tudok ahhoz, ahogy ezt a várost vezeti, polgármester úr. Szeretem Székesfehérvárt, és szeretem Székesfehérvár önkormányzatának képviselőit, és a polgármesterünket is. Én nekem volna egy olyan kérdésem a polgármester úrhoz, ami régen volt itt a zöld a karácsonról beszélek, hogy egy-két szállal itt legalább az országormánál, hogy ha ki lehetne húzni, úgy szebb lenne.
meg hát a világítás. Hát, hogy milyen lesz. Már látom, ott vannak már ezek a hangerek, hogy az egyik piros lenne, a másik kék, hogy ne olyan egy színű lenne, olyan fehér. Hát, hogyha lehetne. Nos, hát fontos kérdések ezek, azt hiszem, polgármester úr. Kezdjük a végén, már csak azért is, mint a stúdióban is van kék és piros szín, és ez hangzott el kívánságként. Lesz diszkivilágítás az adventi időszakban, lesz karácsonyi vásár is az adventi időszakban, és lesznek adventi programok. Kicsit szűkebben, milyen takarékoskodási intézkedés keretében, erről is döntöttünk éppen a mai nap, tehát szűkebben, mint szokott, de lesz, mert fontosnak tartjuk azt, hogy az adventben igenis összejöhessenek az emberek, találkozhassanak. Fontos, hogy a kereskedőknek adjunk lehetőséget, így sincs egyáltalán könnyű helyzetük, kiemelkedő minden évben időszakként a kereskedelem vonatkozásában a karácsonyi vásár, hogy más városok úgy döntöttek, hogy nem lesz, mi úgy döntöttünk, hogy lesz, még hogyha egy kicsi megértést is kérünk, mert nem biztos, hogy akkora a területen, vagy nem biztos, hogy minden hétvégén két napos program lesz, lehet, hogy csak egy napos program. És amikor a vízkereszttel érkezik, akkor lekapcsoljuk amúgy is a karácsonyi fényeket, és azzal együtt egyéb diszkivilágításokat is a tavaszi időszakig. Aztán remélem, hogy újra tudjuk majd ezt kapcsolni. Már csak azért is, mert például a három águnál elkészült a rége óta is sokak által várt diszkivilágítás. Most azért többször meg fogjuk mutatni. Nem azért készítettük, hogy utána meg ne kapcsoljuk be, úgyhogy ahogy lesz erre lehetőség, akkor megtesszük. Egyébként érdekes, mert ezek a lámpatestek már annyira keveset égők, annyira keveset fogyasztanak, hogy inkább szimbolikus jelentősége van annak, hogy azt mondjuk, hogy lekapcsoljuk az év bizonyos időszakában. A köszöneteket, gratulációkat, biztatásokat azt köszönöm, ránk fér, főleg ebben a nehéz időszakban, de ezt a lehetőséget most kihasználnám arra, hogy megköszönjem annak a sok száz embernek, aki a mai döntés előkészítésében közreműködött, és aki a végrehajtásában közre fog működni. Ők óriási munkát végeztek, nagyon komoly szakmaisággal és alázattal álltak oda, pedig nem könnyű egy könyvtárosnak abban gondolkodni, hogy melyik könyvtár legyen, vagy éppen ne legyen nyitva. Tehát ez senkinek nem esett jól, és mégis megtették, mert érezték, hogy a saját intézményük léte és az önkormányzat működésének biztosítása is most ettől függ. Úgyhogy nagyon nagy munkát végeztek, és köszönöm szépen nekik. Az emberektől pedig türelmet és megértést kérek. Ígérem, hogy csak olyan korlátozások addig is olyan mértékig lesznek, ameddig erre feltétlenül pénzügyi okokból szükség lesz. És ugye elhangzott egy nagyon fontos kérdéskör a közösségi közlekedésnél. Nem állom meg, azért ne tegyem hozzá, hogy nagyon örülök, hogy a hölgy ide költözött Székesfehérvárra, és ha jól értem, akkor jól érzi magát, tehát otthonra lehet nálunk, maradjon nagyon-nagyon sokáig nálunk, és bízom benne, hogy sokan fogják követni az ő példáját, szerintem jó döntést hozott. Ez valóban egy nagyon szép és nagyon szerethető város, ahol élhetünk. De igaza van, tehát azt is jól látja, hogy hol van beavatkozási feladatunk, ez a közösségi közlekedés. Azt is talán elmondhatjuk, hogy ezért sok minden történt az elmúlt években, hiszen 7 év körüli most már például az autóbuszflottának az átlag életkora, hát nem innen indultunk. Most napokon belül a 12. elektromos autóbusz is forgalomba áll, tehát az elektromos autóbuszflotta is megy, nagyon jók a visszajelzések, tehát az eszköz tekintetében sokat tudtunk előrelépni. Ugye visszük a kedvezményes vonaljegy árának megfelelő diákbérlet akciót, és a mai döntés az arra is egyébként rávilágított, hogy mindent megteszünk, hogy ez 23-ban is így történjen. Azt látjuk, hogy ez nagyon-nagyon sikeres, tehát rengeteg diákbérletet vesznek, sokkal, de sokkal többet, mint korábban, tehát érdemes eznek a programnak a folytatását továbbvinni. És talán a legnagyobb kérdés a hálózat és a menetrend. Elkészült ugye egy hálózatbővítés, egy elég jelentős hálózatbővítés. Hát az sok-sok 100 millió forint, úgyhogy sajnos most ennek a bevezetésre nincs realitás, sőt az is félő, hogy lehet, hogy a tavaszi-nyári időszakban hozzá kell nyúlnunk a menetrend napközbeni részéhez, meglátjuk, de az biztos, hogy ahogy arra pénzügyi lehetőség lesz, akkor a bővített menetrendet szeretnénk majd bevezetni. Elhangzott, hogy miért, talán ez a legnagyobb kihívás most, amit meg kell tudnunk oldani. Szakmai munka előkészítése megvalósult, hát remélem, hogy hamarosan lesznek rá anyagi lehetőségeink is. Ugye itt az energiatakarékossággal mindenki egyetértett itt a kérdezőink közül is. Szó volt a téli szünetről, meg szó volt az oktatásról, és nyilván a város nem fenntartója az iskoláknak, nincs így ilyen formában köze, de biztos, hogy van véleménye az oktatási helyzetről, kérdésekről.
Tudom véleményem, hiszen voltam még úgy polgármester, hogy mi voltunk az iskoláknak a fenntartói, és aki ismer, az azt is tudja, hogy én nem feltétlenül örültem annak, hogy ezt át kellett adnunk, viszont most nem értek egyet azzal sem, hogy most hirtelen valaki azt gondolja, hogy az a megoldás a mostani problémákra, hogy most meg az önkormányzatok kapják vissza. Ennél szerintem sokkal bonyolultabb és sokkal több pénzt igénylő az a kérdés és megoldásrendszer, amit el kell tudni fogadni. Amikor jöttem ide, hallottam, hogy a kormányinfóban is nagyon sok fontos bejelentés született, például a tanári bérekkel kapcsolatban. Szerintem nincs ember ebben az országban, aki ne értene egyet annak a szükségességével, hogy egy jelentős mértékű béremelésre van szükség a pedagógusok, és én ide veszem az óvodapedagógusokat életében is, sőt, még a bölcsödében dolgozók tekintetére is kiterjeszteném ezt, még hogyha ők szűken véve nem is a köznevelési rendszerhez tartoznak jogilag, mert szerintem egyébként szakmailag nagyon sok vonatkozásban igen, tehát nagyon nagy szükség van a béremelésre, legalább ekkora szükség van szerintem a leterheltségnek az átgondolásába és csökkentésébe. Már csak azért is sokat látom ezt, mert az én feleségem is középiskolai gyakorló tanár és osztályfőnök, úgyhogy látom a mindennapjait a tanév közben. Szerintem leterheltek a tanárok, ez is legalább akkora kérdés. Úgyhogy e tekintetben a szolidaritásunk az teljes, és azt látom, hogy mindenkinek az az akarata, az a szándéka, és mondom, a kormány bejelentései is szerintem egyértelműen ezt mutatják, hogy a következő években egy nagyon nagy mértékű béremelés történjen meg a pedagógusok tekintetében. De hogy ne csak így beszéljünk erről, én éppen a mai nap fogok elküldeni egy levelet valamennyi fehérvári iskola igazgatójának, kérve, hogy ők juttassák el az iskoláinkban dolgozó tanárok irányába, és ugyanezt meg fogom tenni a diák tanácson keresztül a diák önkormányzatok irányába is, amiben felajánlom azt, hogy ha szeretnének beszélgetni a kialakult helyzetről, akkor én állok rendelkezésre, kisebb-nagyobb csoportokba, időpont egyeztetés után bármelyik iskolába, bármennyi tanára nagyon szívesen leülök egy jó beszélgetésre, és ezeken érinthetünk bármilyen kérdést. Az az egy, amit kérek, hogy azt viszont értsék meg, hogy vannak olyan ügyek, amiben az önkormányzatnak van hatásköre, van olyan ügy, amiben nincs hatásköre, sőt, van olyan kérdés, ahol mondjuk mi vagyunk a fenntartók, lásd óvodák, de ma nem tudnám sajnos megígérni azt, hogy az önkormányzat saját erőből bért tud emelni. Tehát ott is fontos, hogy elérjük, hogy az állam tudja ezt megtenni, részben magyar nemzeti forrásokból, részben pedig uniós forrásokból. De állok a felújításokkal, beruházásokkal, jövőképpel kapcsolatban a tanáraink rendelkezésére. Én szeretném megköszönni a fehérvári pedagógusoknak, szeretném megköszönni a fenntartó szervezetek képviselőinek, a szakembereknek, az iskolaigazgatóknak, óvodavezetőknek azt, hogy bármelyik akció, amit Fehérváron történt, az jogszerű volt, semmilyen olyan ügyre nem kellett fókuszálni, ami okán Fehérvár negatívan került volna be a hírekbe. Én ezt egy nagyon fontos eredménynek tartom, úgyhogy köszönöm a tanároknak, a diákoknak, a intézményvezetőknek, mert ez is mutatja, hogy szeretik a hivatásukat, szeretik a diákokat, és szeretik a városukat is. De mondom, a másik oldalon pedig állok rendelkezésre, egyeztetésekre, beszélgetésekre. Bízom benne, hogy napokon belül ez a levél minden fehérvári pedagógushoz el fog jutni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőiknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérre a legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.